A mai rekreációs napon több mint 300 szenior vett részt, azaz majdnem megkétszereződött az érdeklődők száma az első alkalomhoz képest. Az idősügyi klubok új tagjai is örülnek a kezdeményezésnek. Az idősügyi nyugdíjas tanácsnak a fél éves programját olvastam, illetve megkaptam a plakátot, és ott tájékozottam erről a lehetőségről. Az elmúlt alkalommal nem volt időm eljönni, de most úgy gondoltam, hogy kipróbálom ezt a lehetőséget. Sokaknak nem csak az egészség megőrzés miatt tetszik ez a lehetőség, hanem hangulata és közösségkovácsoló ereje miatt is. Az is egy élmény, hogy együtt vagyunk itt, de megyünk többször. Ide is, az Alakarosra is, meg Hévízre is, sőt Csokonya viszontára is eljárunk a klubbal, oda is fürdelni, úgyhogy jó ez az együttlét. A Pro Bono Senior Rekreációs Napot májusig minden hónap második szerdáján megtartják.